A császártöltési német nemzetiségi társcsoport a sváb hagyományokból adott ízelítőt a közönségnek. A halászati miniskanzenhez sokan kilátogattak szombaton. A kemencében is finomságok készültek, lepény és szeremlei borsos kalács sült a Dunaparton. A gyerekeket pedig kézműves foglalkozásra várták. Az egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, Baja háromnyelvű város, így minden évben más nemzetiség szerepel náluk a színpadon. Mikor 2011-ben mi átadtuk a miniskanzent, akkor a városi műsorok csak délutántól kezdődtek. És akkor gondoltuk ki, hogy ha vidékről ide jönnek látogatók, akkor egészen biztos, hogy ki fognak gyalogolni Baja legszebb pontjára, ahol a Sugovica a Dunával találkozik. Nepomuki Szent János ünnepén a Szent Jánosi kápolnában Binszki József plébános celebrálta a misét, majd a Szent László AMK diákjainak vezetésével a menet elindult a Türkilátó felé. A zenés felvonuláshoz sokan csatlakoztak, majd vízre rakták a Jánoskát. A vizenjárok védőszentjét az idén is több hajó, csónak és evezős követte a lampionok fényében. A Petőfi-szigeten már akkora délutáni órákban is jó volt a hangulat, a népzenei fellépők mellett népi játékok is várták a családokat. A Szent Jánosi küldöttség nevében Kovács Dénes adta át a szobrot a városvezetésnek. Őrizzük ezt a hagyományt, hogy elfogadjuk kölcsönbe, amit természetesen visszaadjuk, és hogy ilyenkor egy kicsit együtt vagyunk, mert a városrészek ünnepeivel is kell foglalkoznunk, ezeket a hagyományokat fent kell tartani. A legenda szerint Nepomuki János azzal haragította magára IV. Vencel királyt, hogy még parancsa sem volt hajlandó megszegni a gyóntatásra vonatkozó titoktartási kötelezettséget. Ezért pedig mártír halállal fizetett, testét a Moldva folyóba dobták. A középkorban élő cseh papról dr. Zöld Lászlóné tanácsnok beszélt az ünneplőknek. A folytonosság hídján átsétálva 7 évszázaddal a hátunk mögött láthatjuk, ahogyan a családok ma is eljönnek ünnepelni. Összetartozásban, örömben, szeretetben. Egymást őrizve szívükben, tetteikben, szemük ragyogásában. Ez a mi feladatunk is. Az ünnepség zárásaként most sem maradt el a hordócsapolás, a Vöröset ezúttal a képviselők mellett a Bajai Diák Önkormányzat nagykorú tagjai kínálták a vendégeknek. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Baja város meghívott minket erre a rendezvényre, és engedett minket a szervezésbe is betekinteni kicsit, ugye segítettünk a hordócsapolásnál is, és így beletekinthetünk az itteni munkába. Én utánam, senkinek eseregjen. A májusi hagyományőrző ünnepen az estét a Balkán Fanatik zárta. A zenekar már nem először játszott városunkban, a koncert pedig ezúttal is jó hangulatban telt.